Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban először megmutatjuk, hogyan telt a hétvégi Kálmán Lajos népzenei találkozó. Ezután Tormási Attilával, a Tormási Autóház tulajdonosával és Bakos Andrással, volt gokart versenyzővel beszélgetünk a sportág múltjáról és jelenéről. Végül összeállítást láthatnak az MTV Music Week kecskeméti koncertjéről. Kezdünk is! Kálmán Lajos népzenekutató születésének 100. évfordulója alkalmából tartottak népzenei találkozót szombaton a Kecskeméti Református új kollégium dísztermében. A megmérettetésen több mint 100 általános iskolás és gimnazista vett részt. Kicsik és nagyok is megmutatták, mi fánterem a magyar népzene. Szombaton rendezték meg a Kecskeméti Református új kollégiumban a Kálmán Lajos népzenei találkozót. A rendezvény egyben a Kóta 20. Aranypáva és Aranypacsirta térségi, országos és gála szintű népzenei minősítő versenye is volt. A legeredményesebben szereplő énekesek továbbjutási lehetőséget érdemeltek ki a jövő év májusában Kolozsváron megrendezendő 28. Hajnal akar lenni Kárpát-medencei népdaléneklési versenydöntőjébe. A találkozón 39 műsorszámot láthattunk, melyekben körülbelül 130 gyermek lépett fel. Kacsó Hanga Borbála népdalénekes, az egyik zsűritag azt mondta, a fellépő fiatalok mindegyike a lelkéből énekelt. A diákok Erdélyből, Felvidékről, Szilágyságról és Magyarország több területéről hozták összeállításaikat. Azt nézzük, amit ő nyújt, tehát hozzámérjük azt, hogy neki a hangszínéhez hogyan illik az a tájegység, azok a dalok, azok a szövegek, hogy a korosztályához illik-e. Már egy jó ideje virágkorát éli a népzene, és már csak a létszám is bizonyítja, 38 versenyzőnk volt, és én már azt mondhatom, hogy én abba a generációba tartozom, aki nem élt népzene nélkül, hogy ez lehetőségként mutatkozzon, és szerintem azóta is tart. Én már végeztem a Zeneakadémián, és az már valójában elég sok idő ebben a világban, és egyre több érdeklődő van ebben felnövő generáció. Sipos Dorina Tiszakécskéről érkezett. A fiatal lány nem csupán énekel, hanem citerázik is, és mint kiderült, még néptáncolni is szokott. Az utóbbi években, amikor táborokban voltam, akkor volt, amikor így megcsappant, de például az előző táborban, ebben az évben nagyon sok citerás volt, és nagyon sok gyerek eljött, rengetegen voltunk, nagyon sokáig tartott ugye a gálaműsor is, és szerintem egyre több gyerek próbálja ezt ki, és rájön, hogy hát ez tényleg milyen jó és nagyon jó érzés. Szóval szerintem egyre többen próbálnak, vagy próbálkoznak ezzel. Kecskemétnek, mint házigazdának, és mint Kodály városának kicsivel nagyobb a felelőssége egy ilyen rendezvény megszervezésekor. A találkozón több kecskeméti is fellépett, akik büszkék arra, hogy nagyjaink munkásságát viszik tovább. Kecskemét szerintem az egyik leghíresebb ilyen zenei városok közé tartozik, és úgy gondolom, hogy mi kecskemétiek nagyon szépen őrizzük ezt a hagyományt. Én a kecskeméti Kodály iskolába jártam, általános iskolába. Nemrég jöttem át ide a református gimnáziumba, viszont a kodályos éveim alatt rengeteg népdallal, kórusművel, népzenével találkoztam. Igazából ők szerettették meg velem ezeket a népdalokat. Ördögcsenge Vácról érkezett, és tanár szeretne lenni.
A különleges hanggal rendelkező fiatal már gyermekkora óta a zene világának hódol. A végzős diák arról is beszélt, rendkívül fontos, hogy hagyományainkat ne feledjük el. Ahhoz, hogy a jövőt tudjuk építeni, ismerni kell a gyökereket. És ez egy annyira komoly probléma megoldó dolog tud lenni nekem, és hogyha bármi fáj, vagy szomorú vagyok, vagy nem tudom, akkor csak beülök a kádba, és akkor eléneklem a kedvenc népdalomat, és annyira jól tud esni, hogyha így kiénekelhetem magamból, vagy hogyha éppen olyan zenét tanulok hegedülni esetleg, vagy bármi, amit hallgathatok, az annyira sokat tud segíteni így megnyugodni, mert szerintem erre használták ezt a régiek is, hogy kiénekelték meg, ki muzsikálták magukból, meg kitáncolták azt, ami bántotta őket, vagy épp annyira boldogok voltak, hogy most ezt én eléneklem. A tanárokra nagy felelősség hárul, hogy megszerettessék a fiatalokkal a népzenét. Ám mint kiderült, sok esetben erre már nem nagyon van szükség. Nekünk van egy másik nagyon fontos ügyünk. Mi Csüllög Edinával, akit szintén felkészítőként is itt van. Gyergyóba járunk most már évek óta, és ott tanulunk, tanítunk, gyűjtünk, amit lehet, de ebben a munkában mindig a gyerekeket is bevonjuk. És azt látjuk, hogy amikor ők ott testközelben vannak, találkoznak a nénikkel, bácsikkal, az ottani gyerekekkel, tehát bennük valami más kezdődik el, és nem kell őket meggyőzködni. A népzene szeretetére, tehát ezt nekik megvan. Csík Jánosné Ferenc Katalin, a Szikra Egyesület elnökségi tagja azt mondta, egy virágzó helyzetben van most a népzene, a népdal és a néptánc. Nem szabad hagyni, hogy ez a virág elhervadjon. Több mint 40 évvel ezelőtt adták át a kecskeméti gokart stadiont. A hétvégén megrendezett gokartos baráti találkozón azonban nem csak a jubileumot ünnepelték meg, a helyi gokart sport nagy alakjairól is megemlékeztek. A sportág múltjáról, a helyi kezdeményezés fogadtatásáról és az elért eredményekről beszélgettünk Tormási Attilával, a Tormási Autóház tulajdonosával, és Bakos Andrással, volt gokart versenyzővel. Jó estét kívánok! Kedves Csakala! A stadion tavaly ünnepelte a 40. évfordulóját. Hogyan kezdődött a helyi gokartozás? Hát először is örülök, hogy megünnepelte a 40. évfordulóját a kecskeméti gokartos társadalom. Az, hogy hogyan kezdődött, az még az őskorba kimerem mondani, mert én akkor kezdtem el 1970-ben. Saját magunk építettük a gokartot, saját magunk szereltük, készültünk, hajnalunként indultunk versenyekre, így városról városra, és megszállottá váltunk lényegében. Ez a gokartsport, aki szereti, az megszállottá válik, és nem tudja abba hagyni szinte. Tehát ön és Bakos László együtt kezdték el építeni? Hát a Bakos Lászlóval igen, pontosabban a Bakos Lászlóval együtt jártunk iskolába, és ő volt a gokart szerelőm, az első számú szerelőm ő volt, és így, tehát éjjel-nappal szinte együtt voltunk, és valóban az őskorban történt ez, és mindig fejlődtünk, gyártottunk gépeket, versenyekre jártunk, és ugye Kecskeméten nem volt gokartpálya, vagyis Magyarországon nem volt gokartpálya. És ez foglalkoztatott bennünket nagyon, de itt Kecskeméten egy nagyon erős közösség volt, egy közösség alakult ki, gokartos társadalom, és még rendeztünk Kecskemét belvárosában Rákóczi utcán is gokart versenyt, a szakosztály rendezett lényegében, és ott versenyeztem, ami szerencsém volt, hogy szinte mindent megnyertem azon a versenyen, és a nagyváros vezetőjeink ezt látták, hogy milyen tömeg, 10 000 néző volt kint a versenyen, és valahogy elindult egy ilyen üzenet a vezetők felé, hogy Kecskeméten kellene valami. Hát ennek egy nagy története van, hogy hogyan történt ez, és hogyan sikerült szakosztályt létrehozni Kecskeméten. Ennek egy szép története van. Van rá idő, szívesen beszélek róla.
Hát az időnk az sajnos korlátozott, de azért a fontosabb mérföldköveket említsük meg. Volt egy VB is itt Kecskeméten. Igen, volt VB is, de annyit még azért hagyd legyek hozzá, ha megszabad tennem, hogy nem volt kecskeméti gokartos társadalomnak szakosztálya, mert megszűnt az előző szakosztályunk, és akkori városi párbizottság első emberéhez bementem, mert valamikor itt tanárom volt nekem, és bementem hozzá, és mondtam, hogy tanár úr, nekünk kellene egy gokart szakosztály, és segítsen benne. És akkor fölhívta a Dutép elődjét, a bácsépet, és akkor megkérdezte a vezértől, hogy ugye nektek kellene egy technikai sportág. Hát természetesen kellett nekik egy technikai sportág, és igazából így alakult ki, és végül a Dutép lett a sportkörünk, és a Dutépnek köszönhetjük azt, hogy megépült a kecskeméti gokartpálya, és ebben Oroszlán része volt a Bakos Lacinak. És a nagymamám, tehát édesapám anyukájának a férje, Dobozi Lajos tervezte a pályát, tehát ez részben családi vállalkozás volt ilyen szinten. Igen, megtervezte, mi jóvá hagyattuk az ADAC-nál, jóvá hagyattuk Budapesten, és a Dutép pedig megépítette, mivel ennyi embert mozgott, ilyen közösséget, ilyen társadalmi réteget tudtunk megmozgatni, ezért megépült. Akkor azt mondom, az Európa egyik legszebb gokartpályája épült meg. És utána voltak a nagy versenyeink. És aztán több gazdája is volt ennek a stadionnak. Hát igen, ennek volt olyan, hogy 92-ben szét akarták bontani, a város vezetősége úgy döntött, hogy szétbontja, de akkor egy nagyon komoly összefogással megmaradt a pálya, és akkor volt nekünk egy gokart, vagy egy sportszakkörünk, ez úgynevezett Questormási nevezetű sportkörünk, kibéreltük a pályát, 15 évig működtettük. Hát én már akkor annyit nem tudtam benne részt venni, mint kellett volna, mert volt egy kis ipari tevékenységem, de Bakos Laci Oroszlán résztvel ott dolgozott, ott élte a második életét, vagy az első életét ott élte az apukája, és neki is köszönhető, hogy ez a pálya így megmaradt, és utána pedig ő volt egy vevő rá, aki meg tudta venni, meg is kérdezte a várost tőlem, hogy hát oda szabad-e adni neki, és mondtunk, hogy igen, van rá pénze, fel tudja építeni, csodálatos pályát tud működtetni, de a többit már szerintem András tudja elmondani jobban. Igen, és András, arról is szeretném, hogyha beszélne nekünk, hogy hogyan kezdődött egészen már gyerekkorában a benzingőz szívta magába, ezt úgy kell elképzelni, hogy pici gyerekként is már ott állt a pályaszínén. Ahogy Attila is elmesélte, abban az időben számos magyarországi városban voltak versenyek, tehát amire én emlékszem, hajnalban kellett kelni, hideg volt, sötét volt, de már akkor indultunk a versenyre, hogy például megérkezzünk Szombathelyre, reggel 7 órára vagy 8 órára, mert utána nem sokkal kezdődtek az edzések. Természetesen én akkor még csak néző voltam, hát 5 éves koromból körülbelül ennyire emlékszem, illetve arra, hogy milyen gyorsan mentek a gokartok. És utána aztán egy nagyon sikeres versenyző vált önből. Hát ugye édesapám a gokartsport szerelmese volt, és ezzel engem is megfertőzött, amikor 12 évesen kezdtem gokartozni, ez nekem egy nagyon nagy lehetőség és nagyon nagy élmény volt. És rendszerváltás nem sokkal később következett. Édesapám talált egy rendkívül jó barátot Németországban, akivel 40 évig tartott a barátság, sőt, most szombaton is itt volt Wolfgang Siemens Németországból, aki német, sőt, Európa bajnok volt, és egészen mostanáig tart a barátság. No, és ő tudott akkor abban segíteni, hogy megfelelő technikát kapjak, és ugye a 89-től 90-es években igazán jó gokartokkal versenyezhettem. Hogyan sikerült ez a szombati visszaemlékezés? Egy egészen családias találkozónak tűnt. Igen, ez volt a cél. Ugye édesapám sajnos tavaly elment, nem nincs már közöttünk. Meg akartunk róla emlékezni, arról is meg akartunk emlékezni, hogy a gokartpálya 40 éves volt az elmúlt évben, illetve volt Karlik István, aki az elmúlt 20 évben nagyon aktív részese volt a kecskeméti gokartsportnak, róla is megemlékeztünk egy úttal, aki fiatalon ment el. És ezt az alkalmat megragadtuk arra, hogy olyan versenyzőket hívtunk, akik az elmúlt körülbelül 40 évben, vagy több mint 40 évben megfordultak a gokartpályákon, és ez sikerült is. Van több olyan versenyzőnk, a szombaton itt volt legalább kettő olyan versenyző,
aki a 70-es években kezdte a pályafutását, és még most is kigördültek az aszfaltra, de a legfiatalabbak is itt voltak, hiszen gyerekek is versenyeztek, tehát egy ilyen generációkon átívelő rendezőim volt, aki esetleg 20 éve már nem versenyez, az is nagyon örült, hogy a régi versenyzőtársakkal találkozhatott, tehát egy igazán jól sikerült ez a szombat. És azt kevesen tudják, hogy az autóversenyzők, motorversenyzők is akár gokarttal kezdik a pályafutásokat. Igen, a gokart azért biztosít erre nagyon nagy lehetőséget, mert most már 6-8 éves kortól lehet gokarttal versenyezni, és hogyha valaki ilyen korban elkezdi, nyugodtan mondhatom, hogy 12 éves korára idézőjelben profi versenyző lehet. Tehát valóban fantasztikus, hogy a 12-13 évesek olyan szinten gokartoznak, mint korábban régen esetleg a 17 évesek, vagy az a fölöttiek. Ez annak köszönhető, hogy időben elkezdik. Nem véletlen, hogy Max Verstappen 17 évesen került a Forma 1-be, hiszen az édesapja gokart Európa bajnok volt, az édesanyja szintén kiváló gokart versenyző volt, és ez és olyan kiválóan nevelték a fiúkat, hogy ő 15 évesen világklasszis gokart versenyző volt, egészen pontosan világbajnok, tehát gokart világbajnok lett 15 évesen, és ez megalapozta a Forma 1-es karrierjét. Miért ennyire népszerű ez a jármű, ez a sport, mind a kettőjüket kérdezem? Akkor kezdem talán én. Szerintem először is nagyon nagy élmény gokartozni, hiszen egy ilyen jármű sokkal gyorsabb, mint egy autó, sőt kevesen hiszik, de nagyon sok versenyautónál is gyorsabb, talán a Forma 1-et azt kivesszük ebből a körből. És a másik vonzerő az pedig az, hogyha esetleg valaki egy autós karriert szeretne, autóversenyző karriert, akkor ezzel azt meg lehet alapozni. Azt azért mondjuk el, hogy milyen gyorsan mennek ezek a gokartok, vagy a versenyen, hogy körülbelül a csúcs az hol van? Hát ugye változik, hogy milyen pálya, milyen gokart, hogyha azt mondom, hogy egy 45 lóerős gokart, és az mindössze 170 kg, akkor ebből már lehet sejteni. Egy olyan pályán, mint Kecskemét, 150 méter egyenes, ott az egyenes végén 130 km/h tudunk menni. Tormási úr, ön az üzleti életben is nagy sikereket tudhat a magáénak, és az előbb, mielőtt bejöttünk volna a stúdióban, elhangzott az is, hogy tud párhuzamot vonni a gokart és az üzleti élet között. Igen, teljes mértékben párhuzamot kell vonni, mert az is egy versenyzés, úgy nevezük, hogy versenyszférában vagyunk, egy üzleti életben élünk, és ott is versenyeznünk kell. Tehát nekem, én azt mondom, hogy nagyon sokat segített az életemben az a gokart szenvedély, mert a szenvedélyé vált nekem, tehát ha nem lett volna egy balesetem, akkor talán még ma is versenyzek. Na de az üzleti életben, de akkor üzleti életem ment volna, hát kimerem jelenteni. Tehát az üzleti életben nekem nagyon sokat segített ez a versenyszellem, és még mai napig is örömmel és fantasztikus módon emlékszem vissza, tehát szenvedéllyel. Remélem még ülök gokartba jövőre, ez idén nem sikerült. Egyébként a kecskeméti pálya a jelenlegi formájában hová pozícionálható? Milyen színvonalúnak számít? Feltétlenül nagyon jó színvonalú. Én azt gondolom, a tudomásom szerint az Európában vagy akár a világon egyedi az, hogy egy szálloda működik a pálya mellett. Ez kiváló szolgáltatásokat tesz lehetővé, sokan ismerik az éttermet és a szállodát is. Az, hogy a bérgokartok ott vannak, egy fűtött helyről lehet őket megközelíteni. Tehát ez nagyon nagy kényelem és magas színvonalú szolgáltatás. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és minél több kört kívánok még önöknek a gokart pályán. Köszönjük szépen. Én is köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Az MTV Music Week keretében szombaton este Kecskeméten koncertezett a Margaret Island és a Jude Law. A nagyszabású zenei esemény sorozat több nagyvárosban előzi meg a 2021-es MTV EMA popkulturális díjátadósót. A Margaret Island három tagjával, Lábas Vikivel, az együttes énekesével, Törőcsi Kristóffal és Füstös Bálinttal, a zenekar gitárosaival beszélgettünk a szombati koncert előtt. A
Margaret Island adott koncertet szombaton este Kecskemét főterén. November 13-án minden magyarországi nagyvárosban ismert előadók léptek színpadra. Győrben például a Halott Pénz, Debrecenben a Follow the Flow, Kaposváron a Tankcsapda, Kecskeméten Jude Law és a Margaret Island adott koncertet. Nagyon szívesen járunk mindig vissza a Kecskemétre, tényleg nagyon sok emlék van így az elmúlt 7 évünkből szerintem, és tök menő azt szerintem, hogy a főtérre még sosem játszottunk, és hogy most itt alkalmunk lesz Jude Law-ékkal együtt játszani, szóval ez egy tök jó kis apropója ennek az egésznek. Az együttes az idei nyári turnéjukat Kecskeméten indította el, azóta születtek új dalok, megjelent a negyedik lemezük, szóval mindenkinek újdonságot adhatott a szombati koncert. A történelemben először Magyarországról közvetítették az MTV Europe Music Awards-ot november 14-én este a Papp László Budapest Sport Arénából. Napjaink világsztárjai léptek fel a vasárnapi díjátadón Budapesten, amit egy teljes hét kísérő program előzött meg. Nagyon örülök, hogy idén az MTV Emmy az Budapestre költözik, és hogy Magyarországon is kicsit népszerűsítik azt, hogy mennyire fontos a zenének a jelenléte, az élő zenének a jelenléte, így akár a hétköznapokban is, és tényleg az, hogy most egyszerre minden nagyobb városban, vidéken is zenélnek zenekarok. Igazából a zenének az a lényege, hogy összehozza az embereket, és a pandémia alatt ugye mindenki eltávolodott a családjától, vagy a szeretteitől, vagy csak online tartották a kapcsolatot, és most, hogy végre kicsit együtt lehetünk, vagy együtt lélegezhetünk egy koncert alkalmával, szerintem ez a legjobb ilyen feloldódás együtt az emberekkel, szóval én szeretném azt hinni, hogy a kultúrának ezen szegmensének igenis van létjogosultsága, és nem szeretném, hogyha alul becsülnék az emberek azt a munkát, amit itt a zenekarok belepakolnak a lemezeikbe, abba, az élő hangzásaikba, hiszen tényleg itt képzett zenészekről van szó a színpadon, és mindenki rengeteg időt tölt azzal, hogy ez jól összeálljon. Úgyhogy én szerintem ez a lényege, hogy összehozzuk az embereket, és hogy jól érezzük végre magunkat, és felszabaduljunk. A pandémia óta azért hiszem bennünk is felértékelődtek a koncerteknek a fontossága, vagy nem tudom, az idei nyáron azért, hogy mehettünk össze-vissza fesztiválozni, én minden estén nagyon-nagyon hálás voltam, hogy egyáltalán tényleg vannak emberek, akik még eljönnek, és a színpadon tudunk állni, szóval hogy ez így az embernek az értékrendszerét szerintem egy kicsit rendbe tette. A zenekar úgynevezett folk-pop műfajban alkot, ami akusztikus alapokra helyezett folkos elemekkel vegyített stílust jelent. A Margaret Island dalait minden korosztály szereti. Még a legelső menedzserünk, mikor megalapult a zenekar, megkérdezte, hogy ki a célközönségünk, vagy kinek írjuk a dalokat, és igazából a legrosszabb választottuk rá, ami igazából a legjobb is, hogy mindenkinek. És tényleg ahogy nézzük, hogy a közönségünk összetétele nagyon-nagyon vegyes, tehát tényleg a kislányoktól elkezdve a nagycsaládos emberekig, a terhes anyukák, a nagymamák, ilyen család és az egész közeg és az idősebb korosztály is mindig képviselteti magát, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, hogy ennyire vegyes, és igazából amit mi játszunk, az egy popzene, tehát hogy az a lényege, hogy populáris legyen, és hogy tényleg mindenki, aki megtalálja benned az értéket, az itt tudjon vele azonosulni, vagy tudjunk nekik adni valamit. Amikor elkezdünk egy-egy dalon dolgozni, akkor mindig saját magunkból indulunk, és azt próbáljuk megfogalmazni azokat a dolgokat, amik velünk történnek, és akkor utána, amikor egy dal elkészül, utána kezdünk el azon gondolkodni, hogy ez majd hogy fog egy színpadon megszólalni mondjuk, vagy minden, úgyhogy mindig egyfajta terápia is szerintem, nekem legalábbis egy ilyen alkotói folyamat. A formáció 2014-ben alakult, az azóta már fonogramdíjas együttes az évek alatt országos sikerre tett szert. Szerintem egy erős középmezőnybe tartozunk, én úgy érzem. Így, hogyha rangsorolni kéne, mondjuk akkor azt mondanám, hogy az első 20 zenekarban benne vagyunk szerintem. Én nem tudom, ez most nagyképűen hangzik-e vagy sem, de kb. Én oda pozícionálom magam. Vannak jóval nagyobb zenekarok nálunk, de vannak sokkal kisebbek is. Szerintem én elégedett vagyok azzal, ahogy jelenleg van a zenekar. Szerintem nálunk az a fontos, hogy mi élőben vagyunk igazán erősek, és nekünk tényleg mindig az élő koncertek számítanak, és hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor a Margaret Island egy olyan zenekar, aki akár szeret különleges helyszíneken szimfonikus zenekarral kiegészülve játszani, de ugyanakkor a legjobb szinter számunkra az mindig a fesztiválozás, a fesztivál szezon és a nagy fesztiválokon való fellépés, és mellette pedig a klubozás, úgyhogy
én valahogy egy olyan zenekarnak tartom magunkat, akik élőben tudnak így nagyot alkotni vagy adni az embereknek. A formáció negyedik albuma nemrég jelent meg, ezt próbálják széles körben megismertetni a közönséggel. Remélik, hogy jövőre is egy jó fesztivál szezonnak néznek elébe, de természetesen elárulták, hogy készülnek még meglepetésekkel. A Margaret Island koncertje után Jude Law pörgette fel a hangulatot a főtéren. A vasárnap este 9 órakor kezdődött diátadó gálát Budapestről az MTV csatornáin közel 180 országban közvetítették élőben. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Mától maximum 480 forintba kerülhet a 95-ös benzin és a normál gázolaj literje. A kormány az intézkedést 3 hónap múlva vizsgálja felül. Bakos Lászlóra és Karlik Istvánra emlékeztek a gokartos sportbarátok szombaton délelőtt a gokartos baráti találkozón. A rendezvényen tiszteletükre egy-egy emléktáblát is felavattak. Kiemelkedően sokan vették át az új szelektív gyűjtőedényeket a Hunyadi városban és a Műkertvárosban. A kukákat legegyszerűbben a kijelölt hétvégéken kaphatják meg az ingatlan tulajdonosok. Kálmán Lajos népzenekutató születésének 100. évfordulója alkalmából tartottak népzenei találkozót az új kollégium dísztermében. A megmérettetésen a közönség 39 műsorszámot láthatott, melyekben mintegy 130 gyermek lépett fel. Átadták szombaton a Bóbis Gyula edzőcsarnokban kiépített konditermet. Az új eszközök a Kecskeméti Sportiskola judósainak, atlétáinak és ökölvívóinak felkészítését segítik. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk akkor is, köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!